Méri Gábor, ő a Méri Ráncio tulajdonosa és egyúttal alapítója. Ő eredeti foglalkozására nézve fotóművész, és megkeresett engem most már annak azért több mint 15 éve lassan egy más ügyben, de ennek is köze van már a tervezett kiadóhoz, és ebben azzal volt, az volt a belépője, hogy meg tudom-e mondani, hogy melyek az apostolai, a lőcsei Szent Jakab templom főoltárán az utolsó vacsora predellának. És hát én mondtam, hogy hát ahány figurát ebből azonosítani lehet, annyit a művészettörténet tud, többet nem lehet. És valóban én is csak annyit tudtam azonosítani, amennyit a szlovák művészettörténész. Ez volt a beindulás, és akkor azt mondta, hogy mit szólnék hozzá, hogyha csinálnánk egy könyvet a lőcsei főoltárról. Mondtam, hogy Gabika a lőcsei templomról. Na, tehát ilyen oda-vissza játék volt. Akkor elkészültünk mondjuk a könyvvel, akkor azt mondta, hogy nem lehet leállni. Tehát álljunk, induljunk neki, és most már ott tart, ugye ez elég problematikus is, hogy 12-t szeretnénk, ugye mégis az egy szent szám, az a 80, a 9-et látjuk, 10, 11, 12 bizonytalan, mert már nincs olyan templom, nem csak a szepességben, mondjuk a úgynevezett gótikus úton, amit a szlovákok elnevezték, az a területet kvázi gótikus útnak, hogy egy oltár vagy kettő még talán van egy templomban, de ez egy egész könyvet nem lehet rá csinálni, és ezt mi úgy találtuk ki, hogy én adok hozzá egy ilyen helytörténetet is, ez a kerete van, nem csak magáról a templomról szól, meg mondjuk a fő oltárairól szól, hanem hát mondjuk a névadó szentről is mesélek egy adagot, tehát hogy valamilyen kerete legyen. És hát most egy olyan lehetőség van még, ugye ez az előttünk álló következő könyv, a Kis Szebeni, ami egy ilyen virtuális oltáregyesítés lehetne, hogy a Magyarországon a Nemzeti Galériában levő három oltárt a könyvben visszavisszük kvázi a templomba, és az eredeti Kis Szebeni templomban van kettő eredeti oltár, és akkor az úgy egy kerek egészet alkot, és hát ami ezután jöhet, hát az egy nagy kérdés, és akkor még fölmerülhet egy olyan megoldás, hogy mondjuk Szepes Béla, Szepes Olaszi, egy-egy kis falu, aminek a templomában egy-egy oltár van, az egy ilyen gyűjteményként fogom föl. Ezt én már kitaláltam, csak még nem győztem meg vele a Gabit. A Mrecsány az Liptó-Szent Miklóstól 5 kilométerre, a Tátra nyugati lejtőjénél egy kicsi település, 800 lakossal, de az az érdekes, hogy 1000 éve körülbelül mindig ugyanennyi lakosa volt. Ez egy szín-szlovák falu, ennek semmi magyar kapcsolata nincsen. A falunak a névadója az egy Mrecsányi család. Magyarországon azért jól ismert, mert az egri érsek is, egy püspök is volt Mrecsányi. A ma ismert Mrecsányiak közül személyes ismerősöm Mrecsányi Dóra, aki a Magyar Művészeti Akadémián dolgozik, illetve Mrecsányi Boldizsár, a szobrász, ő a nevezetesség, de vannak még Mrecsányiak. Volt egy Poldi, aki arról volt nevezetes, katonatiszt volt, és festő. És ennek az ő műfaja egy kicsit ilyen vicces, humoros katonatörténeti rajzok, lovastisztek, ilyen-olyan figurája volt ő a 20. század elejének. És hát a Mrecsányról sokat írni nem lehet, a Mrecsányiakról. Tehát itt a helytörténetet kiváltotta a családtörténet, és ez azért kapott valami fajta indokot is a könyvben, mert a két mellékoltár a könyvben, vagy tehát a templomban, ami jelentősebbek művészettörténeti szempontból, mint maga a főoltár, ezt maguk a Mrecsányiak adták, ajándékozták a templomnak, és rajta is van a predellájukon, mármint a két oltár predelláján a Mrecsányi címer. Tehát ennek van egy ilyen különös érdekessége, és hát az is maga nemében egyedülálló, hogy Magyarország szinte régi Magyarország legészakabb, eldugottabb kis falujában is tudott lenni olyan templom, amelyik hát ma különleges ritkaság. Tehát nem egy szászok által lakott kisvárosról van szó, hanem szlovákok által lakott kis faluról. Nagy különbség, ugye, mert a felvidéki művészetet, középkori művészetet a szászokhoz kötjük.
És hát ebben az esetben itt maga a család az, a középkorban nem nagyon lehet róluk még tudni, és mégis rendelkeznek már egy olyan erudícióval, hogy ennek a saját templomuknak megadják nemcsak a tiszteletet, hanem a rangját, szépségét. Ennek a könyvnek az a címe, hogy Lékiratok és az emlékirataim, és azért Lékiratok a címe, mert az emlékek azok lényegében úgy működnek az embernél, hogy nagyon sok mindenre már nem emlékszik, rosszul emlékszik, mint részint a jégen keresztül látná, és azon kívül, hogyha rosszak az emlékek, akkor az ember nem akar mindent föltárni, hanem hát mondjuk egy léken keresztül merül a múltba. A könyvnek az az érdekessége, hogy ez jó néhány évvel ezelőtt egyszer már megjelent, és bepereltek, és bezúzták a könyvet. Volt kommunista igazgatóm, amíg a Pannoniában dolgoztam, amikor ez a történet lezajlott. Megírtam róla valamit, ami ugyan igaz, de nem tudom bizonyítani. Bepereltek, elveszítettem a pert, a kiadó is elveszítette, be kell zúzni a könyvet. Ez a maga nemében egy kuriózum, és most a kiadó úgy döntött, hogy hajlandó még egyszer kiadni, természetesen annak a 12 sornak a kihagyásával. Viszont hát volt egy pozitívuma is, hogy ez 2000, majdnem 2000 példányban jelent meg, elfogyott akkor 1500, tehát elég jól ment egy év alatt, és nagyon sok ember, aki részint érintett volt benne, jó és rossz ötletekkel járult hozzá. Fölfedeztem két családi ágamat, akik hiányolták egy kicsit magukat a könyvből, és olyan tippeket adtak, amit be tudtam építeni, tehát volt még ennek is értelme. Úgyhogy annak, aki esetleg az első kötetet már olvasta, vagy az első kiadást olvasta, ez tud adni még valami többletet azzal, hogy kicsit más szemmel is lehet olvasni, de azért zömmel ez ugyanaz.